A kiadó előszava. Ha ön ezt a könyvet olvassa, és még nem olvasta az első két kötetet, bár önállóan is alkalmazható, kérjük feltétlenül szerezze be és olvassa el, mert a könyvben található leckék egymásra épülnek. Közvetlenül a kiadótól a www.sikertorvenye.hu oldalon szerezhető be. Küldetésünk, hogy a nyitott, saját életéért felelősséget vállaló és önmagát képezni vágyó magyar embereknek megadjuk mindazt a tudást és információt, ami lehetővé teszi, hogy felismerjék és el is érjék az általuk vágyott sikert. A Carnegie Principle Társaság alapítása óta segítjük az embereket megérteni Andrew Carnegie, Napoleon Hill, Charles Hanel és más nagyok tanítását, és egy olyan energetikai környezetet biztosítunk, amely lehetővé teszi, hogy egy mesterelmeként egymást erősítve sajátítsuk el és használjuk fel a siker receptjét. Hatalmas örömünkre szolgál, hogy ezennel átadhatjuk önnek régi vágyunkat, Napoleon Hill a Sikertörvénye 16 leckében című könyvét, mely most végre magyar nyelven is elérhetővé válik. Ez egy terjedelmes mű, mely négy kötetben jelenik meg. Ön most a harmadik kötetet tartja a kezében. A könyvben található egy belső könyvjelző, ami lehet, hogy éppen önnek személy szerint tartogat egy üzenetet a szerzőtől. Sokat dolgoztunk azon, hogy a kedves olvasó ezt így változatlan formában tarthassa a kezében igyekeztünk minden tekintetben hűek maradni Napoleon Hill gondolataihoz, és semmin sem változtattunk, még a szerző kémiával és fizikával kapcsolatos 20. század eleji tudományosságnak megfelelő gondolatain sem, melyek közül párat ma már másképpen tudunk, nem beszélve arról, hogy akkoriban még az angol nyelv is más volt. Hiszem, hogy ebben a könyvben a szerző energetikai kódot rejtett el, ami azt eredményezi az olvasás folyamán, hogy ismereteket juttat az elmébe, stabil információkat a hagyományos énünktől függetlenül, szüretlenül. Így az olvasó élvezheti a szerző abbéli szándékát is, hogy ezáltal megemelkedik a tudatossága. Tudatosságon az egyén felébredettségi fokát értem. Éppen ezért a kiadó ragaszkodott az 1928-as stílushoz, régies szófordulatokhoz, megtartva a könyv százszázalékos tiszta mondani valóját. Szükséges lehet egy értelmező kézi szótár és az idegen szavak és kifejezések szótárának használata. Kérem a kedves olvasót, hogy amikor olyan szóhoz, mondathoz érkezik, amelynek nem teljesen biztos a jelentésében, értelmében, Nézzen utána. Azt ajánljuk, hogy először olvassa el végig a könyvet, és utána kezdje el a részletes olvasást, tanulmányozást. A szerző ezt a könyvet tankönyvnek szánta, ami egy 16 részes tanfolyam alapja a sikerről. A siker mindenkinek mást jelent. Érdemes következetes, rendszerességgel tanulni a leckéket önön múlik, hogy mennyi időbe telik egy lecke elsajátítása. Minden nap érdemes időt szánni rá. Miután olvasta, írja le egy tiszta fehér lapra kék tollal, hogy milyen érzései, gondolatai támadtak. Kérem, írja le a legérdekesebb érzéseit, legfurcsább gondolatait is. Napközben pedig szándékosan tartsa magánál a könyvet, tegye rá a kezét, esetleg vele is alhat. Figyelje az érzéseit, és írja le azokat. Törekedtünk az elérhető legjobb minőségre az anyagok és a kivitelezés tekintetében egyaránt, mert hiszünk abban, hogy a külső megjelenés tükrözi a belső tartalom értékét. Nekünk nagyon fontos a kedves olvasó véleménye, érzése a fentiekkel kapcsolatban. Kérjük, írja meg nekünk, hogy a jövőben, de már a negyedik kötet kiadásakor is még inkább alkalmazkodni tudjunk olvasóink igényeihez, elvárásaihoz. Kellemes kikapcsolódást, olvasást és sok sikert kívánunk. Tisztelettel és szeretettel a kiadó. Kelt Egerben 2019. augusztus hónap 21-én. Ajánlom Andrew carnegie aki felvetette e tanfolyam megírását, és Henry Fordnak, kinek ámulatba ejtő eredményei gyakorlatilag a tanfolyam mind a 16 leckéjének alapköveként szolgálnak, és Edwin C. Barnesnak, Thomas A. Edison egyik üzlettársának, kinek több mint 15 éven át tartó közeli személyes barátsága segítette a szerzőt abban, hogy ne adja fel a megannyi féle csapás és ideiglenes vereség közepette, melyel e kurzus szervezése közben találkozott. Kilencedik lecke a többet csinálni, mint amennyiért fizetve vagy szokása. Tíz olyan gyarlóság van, amely ellen legtöbbünknek meg kell védenünk magunkat. Egyike ezen szokásoknak, hogy megpróbálunk aratni, mielőtt vetettünk volna, és a többi kilenc mindegyikét az alibi keresés gyakorlatával álcázzuk, takargatva minden elkövetett hibánkat. A sikertörvénye kilencedik lecke a többet tenni, mint amennyiért fizetve vagy szokása. Meg tudod tenni, ha elhiszed, hogy képes vagy rá. Eltérésnek tűnhet a jelen lecke tárgyától a szeretet megbeszélésével indítani, de ha újra szolgálod a véleményed, amíg befejezed a leckét, akkor készen állhatsz arra, hogy egyetérts azzal, hogy a szeretet témáját nem lehetett volna kihagyni anélkül, hogy ne károsítaná a lecke értékét. A szeretet szót itt mindenre kiterjedő értelmében használjuk. Sok olyan tárgy, motivum és ember létezik, amely felébreszti az egyén szeretett természetét. Van olyan munka, amelyet nem szeretünk végezni, van, amelyet mérsékelten szeretünk, kedvelünk, és bizonyos feltételek közepette előfordulhat az olyan munka is, amelyet valójában szeretünk. A nagyművészek például általában szeretik a munkájukat, a napszámos viszont általában nem csak, hogy nem szereti a munkáját, hanem az is előfordulhat, hogy utálja. Az a munka, amelyet az egyén pusztán csak megélhetés céljából végez, ritkán van szeretve. Gyakrabban fordul elő, hogy nem szeretik, vagy akár utálják is azt a bizonyos munkavégzést. Ha az ember olyan munkát végez, amit szeret, hihetetlenül hosszú órákat dolgozhat, anélkül, hogy kimerültséget vagy fáradtságot érezne. Ellenben az a munka, amelyet nem szeret, vagy egyenesen utál, nagyon hamar fáradtságot okoz. Egy ember kitartása, állóképessége tehát nagy mértékben függ attól, hogy mennyire szereti vagy nem szereti azt, amit csinál. Itt lefektetjük az alapot, amit természetesen észre fogsz venni e filozófia egyik legfontosabb törvényének a megállapítására, nevezetesen az ember akkora leghatékonyabb, akkor fog gyorsabban és könnyebben sikerrel járni, ha a munkáját szereti, vagy valaki általa szeretett személy nevében végzi azt. Valahányszor az egyén bármely elvégzendő feladatának része a szeretet, a munka minősége azonnal javul, mennyiségen növekszik, a munka okozta fáradtság fokozódása nélkül. Néhány évvel ezelőtt a szocialisták egyik csoportja, vagy talán együttműködőknek hívták magukat, Louisianában egy kolóniát szervezett. Megvásároltak egy több száz hektáros mezőgazdasági területet, és elkezdtek kidolgozni egy olyan eszményt, amelyről úgy gondolták, hogy nagyobb boldogságot hozna számukra az életben, és kevesebb gondot okozna egy olyan rendszeren keresztül, amely minden személynek olyan munkát biztosít, amelyet az a legjobban szeret. Az az ötletük támadt, hogy senkinek sem adnak fizetést. Mindenki azt a feladatot végezte, amelyet a legjobban kedvelt, vagy azt, amelyre talán a legjobban fel volt készülve, és a munkájuk termékei mindenki tulajdonába kerültek. Volt saját tejgazdaságuk, saját téglakészítő üzemük, voltak saját jószágaik, szárnyasaik, stb. Saját iskolákkal és nyomdával rendelkeztek, amely révén a nyomtatást is megoldották. Egy mineszota is véd úriember csatlakozott a kolóniához, és saját kérésére a nyomdában helyezkedett el. Hamarosan panaszkodni kezdett, hogy nem szereti ezt a munkát, ezért lecserélték, és a farmon traktorral kezdett el dolgozni. Két napig bírta a munkát, ismételten áthelyezést kért, a tejgazdaságba helyezték át. Nem boldogult a tehenekkel, ezért ismét áthelyezték a mosodába, ahol egy napot dolgozott. Egyenként minden munkát kipróbált a telepen, de egyiket sem szerette. Úgy tűnt, nem tud beilleszkedni a szövetkezeti életmódba, és épp visszavonulni készült, amikor valakinek eszébe jutott egy olyan munka, amelyet még nem próbált ki a téglagyári. Kapott tehát egy talicskát, gurította a téglákat a kemencéből, és rakta rakásba azokat a téglaudvaron. Eltelt egy hét, és semmi panasz nem érkezett a részéről arra a kérdésre, hogy szereti-e a munkáját, azt válaszolta. Ez a munkához tartozó szigorú tilalom az, amit szeretek. Képzeld el, hogy valaki a téglagörgetési munkát preferálja. Azonban a svéd természetének ez a munka felelt meg. Egyedül dolgozott egy olyan feladaton, ami nem igényelt gondolkodást, és nem rót rá semmi felelősséget. És ő épp ezt akarta. Addig végezte a munkát, amíg az összes téglát kigörgette és egymásra rakta, aztán kilépett a kolóniából, mert már nem volt több téglamunka. Vége lett a szép csendes munkának, úgyhogy visszamegyek miniszótiba. És miniszótiba ment vissza. Ha az ember olyan munkát végez, amelyet szeret, akkor nem esik nehezére, hogy több és jobb munkát végezzen annál, mint amiért fizetve van. És ezen oknál fogva minden ember tartozik saját magának azzal, hogy mindent megtegyen annak érdekében, hogy megtalálja azt a munkát, amelyiket a legjobban szeret. Teljes jogom van ezt a tanácsot adni e filozófia diákjainak, mert magam is követtem, anélkül, hogy sajnálnám, hogy ezt tettem. Úgy tűnik ez a megfelelő hely egy kis személyes történet átadására, mind a szerző, mind a sikertörvénye filozófiáját tekintve, amelynek célja az, hogy bemutassa. A szeretet szellemében és a munkakedvéért végzett tevékenység önmagában soha nem veszett el, és soha nem fog elveszni. Ez az egész lecke arra hivatott, hogy felkínálja azokat a bizonyítékokat, amelyek megmutatják, hogy igazán kifizetődő több és jobb szolgáltatást nyújtani, mint amiért az egyén fizetve van milyen üres és haszontalan erőfeszítés lenne, ha maga a szerző nem gyakorolta volna ezt a szabályt elég hosszú ideig ahhoz, hogy képes legyen megmondani, hogy hogyan működik. Több mint negyed évszázadon keresztül a szeretet munkájával foglalkoztam, amiből ez a filozófia kifejlődött, és tökéletesen őszinte vagyok, amikor megismétlem, amit máshol is kijelentettem ebben a tananyagban – hogy bőséges fizetség a munkáimért az az öröm, amiben részem volt, miközben a munkám végeztem, még akkor is, ha ennél semmi többet nem kaptam. E filozófiával kapcsolatos munkáim sok évvel ezelőtt szükségessé tették számomra a választást az azonnali monetáris megtérülés, amelyet valószínűleg élveztem volna azáltal, hogy az erőfeszítéseimet tisztán csak kereskedelmi vonalak mentén igazgatom. És a későbbi években beérkező javadalmazás között, amelyet mind a szokásos pénzügyi minták, mind a fizetés egyéb formái képviselnek, amelyet csak a felhalmozott tudás alapján lehet mérni, és amely lehetővé teszi az ember számára, hogy lelkesebben éljen általa. Azt az embert, aki olyan munkát végez, amit a legjobban szeret, nem mindig támogatják választásában a legközelebbi barátai és a rokonai. A barátok és rokonok negatív javaslatainak leküzdése riasztó mennyiségű energiát igényelt a részemről azokban az években, amikor kutatási munkával foglalkoztam, azzal a céllal, hogy összegyűjtsem, szervezzem, osztályozzam és teszteljem a jelen tanfolyamba bekerülő anyagot. Ezek a személyes hivatkozások kizárólag azzal a céllal készültek, hogy megmutassák ezen filozófia követőinek, hogy ritkán, úgy szólván sohasem reménykedhet az egyén abban, hogy olyan munkában vegyen részt, amit a legjobban szeret csinálni, anélkül, hogy valamilyen akadályba ne ütközne. Általában az a fő akadály az olyan típusú munka útjában, amit az egyén a legjobban szeret csinálni, hogy eleinte nem a legnagyobb javadalmazást nyújtja. Mindazonáltal, hogy kiegyenlítsük ezt a hátrányt, az a személy, aki olyan típusú munkát végez, amit szeret, általában két nagyon határozott módon van jutalmazva. Először is általában az ilyen munkában találja meg az összes jutalom legnagyszerűbbjét, a boldogságot, amely felbecsülhetetlen másodszor a tényleges pénzbeli haszna, ha egy élet erőfeszítéseit átlagoljuk, mindig sokkal nagyobb, mert a szeretet szellemében végzett munka általában mennyiségileg nagyobb és minőségi szempontból finomabb, mint az, amit kizárólag csak a pénzért végeznek. A legkínosabb, és mondhatnám a tiszteletlenség bármiféle szándéka nélkül az életműválasztásom legkatasztrofálisabb ellenállása a feleségem részéről érkezett. Nincs veszélyesebb ember, veszélyes saját magára és másokra nézve is annál az embernél, aki mások felett ítélkezik, anélkül, hogy azt mutatná, ismeri a tényeket. A feleségem elképzelése az volt, hogy el kellene fogadnom egy fizetéses pozíciót, amely rendszeres havi jövedelmet biztosít, mivel az általam betöltött kevés fizetéssel járó pozícióval megmutattam, Piacképes képességem volt, amely évente 6000 dollártól tízezer dollárig terjedő jövedelmet kellene, hogy biztosítson, a részemről történő semmiféle nagy erőfeszítés kifejtése nélkül. Bizonyos értelemben megértettem, láttam a feleségem nézőpontját, és szimpatizáltam is azzal, mert fiatal, növekvő gyermekek fognak érkezni, akiknek ruházatra és oktatásra van szükségük, és egy rendszeres fizetés, még ha nem is túl nagy, szükségszerűnek tűnt. El logikus érv ellenére azonban úgy döntöttem, felülbírálom a feleségem tanácsát. Aztán az ő megmentésére jöttek az ő és az én családom együttes erői, és együttesen megterheltek. Szemtől szemben ez felért azzal a parancsal, hogy nem menekülhettem el, és meg kellett állapodnom, le kellett higgadnom fizetéses alapon. Más emberek tanulmányozása valószínűleg rendben lenne egy olyan ember számára, akinek ilyen veszteséges módon van ideje, érveltek. De egy növekvő családdal rendelkező fiatal házas férfinak ez alig ha tűnt megvalósítható dolognak. Én azonban hajthatatlan maradtam. Választottam és elhatároztam, hogy kitartok az elképzelésem mellett. Az ellenzék nem hódolt be az én nézőpontomnak, de természetesen fokozatosan elolvadt. Időközben az a tudás, amit a választásom elhatározásom eredményezett, átmeneti nehézségeket vont maga után a családomban. Ráadásul szembe találtam magam a gondolattal, hogy a legkedvesebb barátaim és rokonaim nincsenek velem összhangban, mindez összesítve jelentősen megnehezítette a munkámat. Szerencsére nem minden barátom gondolta oktalannak a választásom. Voltak néhányan, akik nem csak azt hitték el, hogy olyan kurzust követek, amely végül kivisz valahova a hasznos eredmények, megvalósítások hegycsúcsának közelébe, hanem ráadásul a terveimbe vetett hit mellett ténylegesen mindent elkövettek, amivel arra ösztönözhettek, hogy ne hagyjam magam legyőzni sem a viszontagságok, sem a rokonok ellenkezése által azon hűséges személyek kis csoportjából, akiktől bátorítást kaptam abban az időben, amikor erre a legnagyobb szükségem volt, talán egy férfinak adnék teljes hitelt. És ez a férfi Edwin C. Barnes, Thomas a. Edison üzlettársa. Bánc úr majdnem húsz évvel ezelőtt kezdett érdeklődni a választott munkám iránt, és tartozom neki annyival, hogy itt kijelentem, ha nem lett volna az ő rendíthetetlen hite a siker törvénye filozófiájának megbízhatósága eredményessége tekintetében, engedtem volna a barátaim rábeszélésének, és fizetés bér révén kerestem volna a legkisebb ellenállás útját. Ez sok fájdalomtól és szinte végtelen mennyiségű kritikától kímélt volna meg, de tönkretette volna egy élet reményeit, és a végén minden valószínűség szerint elvesztettem volna a legjobb és legkívánatosabb dolgot a boldogságot mert hogy rendkívül boldog voltam a munkámban, még azokban az időszakokban is, amikor az általa hozott javadalmazást semmi mással nem lehetett mérni, csak egy adóssághegyjel, amelyet egyelőre nem tudtam kifizetni. Talán ez bizonyos mértékig magyarázhatja azt, hogy az adósságon keresztüli rabszolgaság témája miért volt annyira széles körűen hangsúlyozva a negyedik leckében, amely a megtakarítás szokását tárgyalja. Azt akarjuk, hogy az a lecke elsüllyedjen. Edwin Barnes nem csak a sikertörvénye filozófiájának hitelességében hitt, hanem a saját pénzügyi sikere, valamint a Föld legnagyobb feltalálójával fenntartott szoros üzleti kapcsolatai bebizonyították, joga volt arra, hogy tekintéllyel beszéljen azokról a törvényekről, amelyek révén sikert lehet elérni. Kutatási munkámat azzal a meggyőződéssel kezdtem el, hogy a siker bárki által elérhető, aki elfogadható intelligenciával rendelkezik, és a siker elérése irányába történő valódi vágyakozást tudhat magáénak, bizonyos, akkor még nekem ismeretlen eljárási szabályok betartásával. Meg akartam ismerni ezeket a szabályokat, és azt is, hogyan lehet őket alkalmazni. Bármsz úr is ugyanabban hitt, amiben én. Ráadásul abban a pozícióban volt, hogy tudta, üzlettársa Edison úr elképesztő eredményei teljes egészében néhány olyan elv alkalmazásával valósultak meg, amelyek később tesztelve voltak, és ezen filozófia részévé váltak. Az ő logikája szerint úgy tűnt, hogy a pénz felhalmozódását, az elmebeli nyugalom élvezését és a boldogság megtalálását meg lehet valósítani a soha nem változó törvények alkalmazásával, amelyeket bárki elsajátíthat és alkalmazhat. Ez volt az én meggyőződésem is. Ez a hit meggyőződés nem csak pusztán bizonyítható, hanem bizonyított valósággá lett, mivel remélem, hogy ezen tanfolyam minden diákjának, hallgatójának oka lesz megérteni, amikor a tananyagot mesteri szinten elsajátítja. Kérlek, tartsd észben, hogy a kutatás évei alatt nem csak az ebben a leckében szereplő törvényt alkalmaztam, vagyis a többet tenni, mint amiért fizetve vagy szokását, de jóval meghaladtam ezt, azáltal, hogy olyan munkát végeztem, amiért akkor nem reméltem, hogy valaha is fizetni fognak. Így az évekig tartó káosz, viszontagság és ellenállás után ez a filozófia végül teljesen elkészült, és publikálásra, kéziratokra lett redukálva. Egy ideig semmi sem történt. Úgymond, pihentettem az evezőim, mielőtt megtettem volna a következő lépést, annak érdekében, hogy a filozófiát olyan emberek kezébe helyezzem, akikről okom volt azt hinni, hogy örömmel fogadnák. Az Isten rejtélyes módon dolgozik azért, hogy véghez vigye a csodáit. Tapasztalataim korábbi éveiben üresnek és értelmetlennek gondoltam ezeket a szavakat ám azóta jelentősen megváltoztattam a meggyőződésem, hitem. Felkértek arra, hogy egy beszédet, előadást tartsak az Ohioi kantonban. Az érkezésem jól meg volt hirdetve, reklámozva, és okkal lehetett arra számítani, hogy nagy számú hallgatóság lesz jelen. Éppen ellenkezőleg történt. Konfliktus találkozókat, gyűléseket szervezett két nagy üzletemberekből álló csoport, és ez lecsökkentette az én közönségemet a szerencsés 13 számra. Mindig az volt a meggyőződésem, hogy az embernek minden tőle telhetőt meg kell tennie, függetlenül attól, mennyit kap a szolgáltatásaiért, függetlenül az általa kiszolgálható emberek számától, vagy a kiszolgált emberek osztályától. Úgy kezdtem el beszélni a témámról, mintha az egész terem tele lett volna. Valahogy felmerült bennem valamiféle neheztelési érzés, amiatt, hogy a sors kerekének útja ellenem fordult, és ha valaha is meggyőző beszédet tartottam, akkor aznap este azt csináltam. Mindazonáltal mélyen a szívemben azt hittem, hogy kudarcot vallottam. Csak másnap tudtam meg, hogy előző este történelmet írtam, amely arra volt hivatott, hogy a siker törvénye filozófiájának az első igazi lendületét biztosítsa. Azon tizenhárom ember egyike, aki a hallgatóságom képezte, a néhai Don Ár mellett volt, aki a Canton Daily News lapkiadó tulajdonosa volt. Rövid hivatkozás arra a személyre, akit megismertettem jelent tananyag bevezető leckéjében. Miután befejeztem a beszédem, kiosontam a hátsó ajtón, és visszatértem a szállodába. Kifele menet nem akarván szembe menni a tizenhárom áldozatom egyikével sem. Másnap meghívást kaptam meletúr irodájába. Mivel, hogy ő volt az, aki magához vette a kezdeményezést, és meghívott, hogy találkozzak vele, ráhagytam vezesse a társalgás nagy részét. Így módon kezdte. Megkérem, elmondaná nekem az egész élettörténetét, korai gyermekkorától kezdve egészen napjainkig? Azt mondtam neki, hogy megteszem, ha elviseli a terheit egy ilyen hosszú narratíva meghallgatásának. Azt mondta, megteszi, de még mielőtt elkezdtem, figyelmeztetett, ne hagyja ki egyetlen kedvezőtlen részt sem. A következőt szeretném, ha csinálná keverje össze a jó dolgait a kevésbé jókkal, és engedje meg, hogy vessek egy pillantást a lelke legmélyére, nem annak legkedvezőbb oldaláról nézve, hanem minden egyes oldalról. Három órán át beszéltem, míg mellett hallgatta. Nem hagytam ki semmit, Beszéltem neki a küzdelmeimről, hibáimról, az impulzusaimról, hogy tisztességtelen legyek, amikor a szerencse árjai túl gyorsan száguldottak ellenem, és józan ítélő képességemről is, amely végül győzedelmeskedett. De csak miután a lelkiismeretem és én egy elhúzódó harcban vettünk részt. Elmondtam neki, hogyan gondoltam a siker törvénye ötlet filozófiájának megszervezését, hogy hogyan gyűjtöttem a filozófiához szükséges adatokat, beszéltem az általam elvégzett tesztekről, amelyek eredményeként az adatok egy részét eltávolítottam, más részeit megtartottam. Azon dolgok közé, amelyeket ki akarsz iktatni az életedből az újévi fogadalmad alkalmával – Foglalt bele a lehetetlen szót is. Miután befejeztem, mellett azt mondta: Szeretnék feltenni egy nagyon személyes kérdést, és remélem olyan őszintén válaszol rá, mint ahogyan elmondta a története eddigi részét. Felhalmozott-e valamennyi pénzt az erőfeszítései révén, és ha nem, tudja, hogy miért nem? Nem. Válaszoltam én. Csak tapasztalatot, tudást, ismereteket és néhány adósságot halmoztam fel, és az ok, bár lehet nem megalapozott, könnyen megmagyarázható. Az igazság az, hogy az elmúlt évek alatt annyira foglalt voltam a tekintetben, hogy megpróbáljam kiküszöbölni a saját tudatlanságom azért, hogy okosan összegyűjtsem és megszervezzem azokat az adatokat, amelyek bekerültek a siker törvénye filozófiájába, hogy sem lehetőségem, sem hajlandóságom nem volt arra, hogy pénzkeresésre fordítsam az erőfeszítéseim. A komoly kifejezés Dom mellett arcán nagy meglepetésemre mosolyra fordult át, ahogy a kezét a vállamra helyezte, és a következőt mondta: Tudtam a választ, mielőtt kimondta volna, de azon töprengtem, hogy ön vajon tudta-e. Valószínűleg tudja, hogy nem ön az egyetlen ember, akinek azonnali pénzbeli javadalmazást kellett feláldoznia a tudás összegyűjtése érdekében, mert valójában a tapasztalatát minden filozófus megtapasztalta Szókratész korától kezdve egészen napjainkig. Minden zene volt füleimnek. Életem egyik legkínosabb beismerését tettem. Lecsupaszítottam a lelkem, elismerve az átmeneti vereséget szinte minden kereszteződésnél, amelyeken küzdelmeim során áthaladtam, és mindezt azzal zártam le, hogy beismertem, a sikertörvényének egyik képviselője is egy ideiglenes kudarc volt. Milyen nem egybevágónak hangzott! Ostobának, megalázottnak és feszélyezetnek éreztem magam, ahogy ott ültem a legfürkészőbb szempár és legkíváncsibb ember előtt, akivel életem során valaha találkoztam. Mindezek abszurditása olyan gyorsan rám tört, mint egy villámlás. A siker filozófiája készítve és közvetítve egy olyan ember által, aki nyilvánvalóan egy kudarc volt. Ez a gondolat annyira erősen tört fel bennem, hogy kifejeztem szavakban. Micsoda? kiáltott fel mellett. Egy kudarc. Biztosan tudja a különbséget a kudarc és az ideiglenes vereség között folytatta ő. Egyetlen olyan ember sem kudarc, aki létrehoz egy ötletet, még kevésbé az, aki egy teljes filozófiát alkot, amelynek célja a csalódások enyhítése és a még meg nem született nemzedékek nehézségeinek minimalizálása. Azon gondolkodtam, mi lehet az interjú tárgya? Az első feltevésem az volt, hogy mellett néhány tényt akart, amelyekre támadást alapozhat az újságjában, a siker törvénye filozófiájának alapján. Lehetséges, hogy ez a gondolat az újságírókkal, újságos férfiakkal kapcsolatos korábbi tapasztalataimból eredt, amelyek közül néhányan ellenségesek voltak velem. Minden esetre az interjú elején úgy döntöttem, megadom neki a tényeket, Semmilyen szépítés nélkül. Mielőtt elhagytam volna mellett irodáját, üzleti partnerekké váltunk, azzal a megegyezéssel, hogy mint kiadó lemond a Canton Daily News-ról, és átveszi az összes ügyem kezelését, amint ez megoldható. Időközben elkezdtem írni egy vasárnapi vezércik sorozatot a Sikertörvénye filozófiájának alapján, amelyet a Canton Daily News-ban adtak ki. Az egyik ilyen vezércikk, amelynek kudarc a címe és a jelen tanfolyam egyik utolsó leckéjének részét képezi, felhívta Albert H. Gary bíró figyelmét, aki akkoriban az Egyesült Államok Steel Corporation acélvállalat igazgatóságának elnöke volt. Ennek eredményeként elkezdődött a kommunikáció mellett és Geri Bíró között, ami viszont ahhoz vezetett, hogy Geri Bíró ajánlatot tett arra, hogy megvásárolja a sikertörvényet tanfolyamot az acélvállalat alkalmazottai számára a bevezető leckében leírt módon. A szerencse kerekei elkezdtek az én javamra forogni a szolgálat vető magjai, amelyeket hosszú, fárasztó évek során vetettem el, a többet csinálni, mint amiért fizetve vagy elvrévén, végre elkezdtek csírázni. Azon tény ellenére, hogy a partneremet meggyilkolták, még mielőtt a terveink sokkal többek lettek volna egy kezdésnél, és geribíró meghalt, mielőtt a siker törvénye filozófiáját át lehetett volna írni úgy, hogy megfeleljen az ő kívánalmainak, az elveszett munka szeretet azon a végzetes éjszakán, amikor egy 13 emberből álló hallgatóságnak beszéltem az Ohio állambeli kantonban, elindított egy olyan eset láncot, amely most gyorsan haladt, a részemről befektetett gondolkodás és erőfeszítés nélkül. Nem jelent bizalommal való visszaélést felsorolni itt néhány olyan eseményt, amelyek kimutatják, hogy a szeretet munkája sosincs teljes veszteséggel végezve, és azok, akik több és jobb szolgáltatást nyújtanak, mint amiért fizetve vannak, előbb vagy utóbb többért kapnak fizetséget, mint amennyit ténylegesen csinálnak mivel ez a lecke készen áll a publikálásra, az alábbiakban ismertetett vállalkozások közül néhány kedvező módon fontolóra veszi a siker törvénye tanfolyam megvásárlását minden alkalmazottja számára, míg mások ténylegesen megoldották a tananyag megvásárlását. Daniel Villard úr, a Baltimore and Ohio Railroad Corporation, Baltimore and Ohio Vasúttársaság elnöke, Indiai Finomító Társaság, Standard Oil Company, a New Yorki Életbiztosítással Foglalkozó Társaság, a Postai Távirati Kereskedelmi Kábel Társaság, a Pierce Arrow Személygépkocsi Társaság, Kedileg személygépkocsi társaság és további 50 hasonló méretű társaság. Ezen felül egy újonnan fiúk részére szervezett klub, amely jellegénél fogva hasonló a YMCA-hez. Szerződést kötött a Siker Törvénye tanfolyam használatára, oktatási programja alapjaként, és becslése szerint több mint százezer filozófiai tananyagot fog terjeszteni a következő két évben. Eltekintve ezektől a terjesztési forrásoktól, a Meriden Connecticut Ralston University kiadó szerződött arra, hogy kiadja és terjeszti a tananyagot magánszemélyeknek az Egyesült Államokban, és talán néhány külföldi országban is. Nem lehet pontosan felbecsülni, hány példányban fogják terjeszteni, de amikor megállunk, és figyelembe vesszük azt a tényt, hogy körülbelül 800 ezer ember elérhetőségét tartalmazza a levelező listájuk, akik hisznek mindabban, amit eladásra kínálnak, nagyon észszerűnek tűnik feltételezni, hogy több tízezer példányban fogják eljuttatni olyan férfiak és nők kezébe, akik komolyan keresik a törvényének filozófiája által közvetített tudást lehet szükségtelen, de el szeretném magyarázni. Az egyetlen célom az, hogy elmondjam azt a történetet, ahogy a siker törvényének filozófiája elismerést nyert, hogy megmutassam a törvény, amelyen valójában ez a lecke alapul, hogyan működik az élet gyakorlati ügyeiben. Ha el tudtam volna végezni ezt az elemzést az én személyes más használata nélkül, Megtettem volna. Hallgass tovább a könyvet a Voice hangoskönyv alkalmazásában. A hangoskönyveket megvásárolhatod önállóan is, vagy lehetőséged van előfizetni korlátlan hallgatásra. További részletekért kattints a videó alatti hivatkozásra. Voice.